Nem minden videóm található meg ezen a csatornán, úgyhogy kérlek, nézd meg a kecskerák.hu-t. Ide meg iratkozz fel! Milyen védőoltásos zsarolás lenne eredményes? Előzmények. Novemberre Fidesz leállítja a vendéglátóipart és röhelyes korlátozásokat hoz. December még egy hónap hosszabbítás. Január még egy hónap. Február még egy hónap. Annyit megemlítenék, hogy Gulyás szája helyére egy segjukat akartam tenni, viszont ismerjük a YouTube-ot, ők szeretik, de a videóban nem tűrik. Tibi atya beharangozza a március 15-i lázadást, majd látva a többiek sikertelenségét lemond róla. Március még egy hónap, április 2,5 beoltott magyarral kezdünk. Már bárki bármilyen vakcinát kaphat. Úgy kell külön emlékeztetni az orvost, ha az oltandó nem kaphat bizonyos típust. Az ellenzéki összeborulás nem támogatja a nem nyugati vakcinákat. Ami elég nagy öngól, mert az elvük alapján egész jók, csak gyakorlatban gyengék. Bár a Fidesz ennyi pénzért, akkor is kiállna mellette, ha alapból szar koncepció lenne. Május 4 millió beoltott után elkezdődik a kártyás zsarolás. Politikailag korrekt nevén az újranyitás. Ekkor a Fidesz rúgja az öngólt. Mert a statisztika szépítése miatt az első oltás után ad védettségi igazolványt. Aztán megállt a tudomány, iszonyatosan nehezen fogjuk elérni az 5 millió beoltottat. A halott rokonnal rendelkezők és halottak utáni támogatásra pályázó kormány nem érti, miért nem akar oltatni az, aki túl van a Covidon és nem igazán volt baja. Vagy az, aki akar oltást, csak megvárja, hogy milyen mellékhatások közül válogathat hosszú távon. Viszont Várkonyi Andreának pont szerencséje van, mert tarthatnak esküvőt. Tisztelt honfitársaim, megírtuk a nyitási tervet, ami az oltások számához kötöttünk. Itt tartunk most. 5,5 milliónál Gyurcsány Ferencet börtönbe zárjuk, és a családja teljes vagyonát elkobozzuk. 6 milliónál megnyitunk minden olyan szálláshelyet és rendezvényközpontot védőkártya nélkül, ami olyan magyar emberek tulajdonában van, mint Mészáros Lőrinc. 6,5 milliónál a szexi nerfeleségekkel kiadunk egy naptárat. 7 millió fölött, aki a kínaival oltat, azt meghívom egy jó sörre a részesedésemből. 7,5 millió beoltott után Bayer élőadásban is kinyalja a seggem. 8 milliónál megtámadjuk Romániát. Be fogjuk tölni a szőrös talpokat a fekete tengerbe. 9 millió beoltottnál kifizetjük az ápolók és Mészáros dolgozóinak a túlóráit. Ha 10 millió magyar emberből 11 millió beoltatja magát, akkor nem lapunk tovább. Esküszöm, Isten engem úgy segéljen. Rohadjak meg, ha nem úgy le.